Sziasztok, Vitya vagyok, és üdvözöllek titeket a Turbo Dismountban. Nem is húzom az időt, vessük bele magunkat. Melyik pálya legyen? Space Program, talán. Skidmarks, Freeway. That will be it. Freeway. Ó, nézzenek oda, neki szexi valaki. Ó, hát ez én vagyok. De mostantól Gyulának fogunk hívni téged. Szóval, mi a feladat? Ezzel az irodaszékkel kilövünk téged a rákba. Na nézzük, mit tudsz. Tudok közelebb is menni. Na Gyulának hogy lesz vége? És lemegyünk. Azt a mocskos Gyula! Gyula! Hát Gyula elvesztette a fejét. Ha értitek, mire gondolok. Ha már itt tartunk, nem csak a fejét. Ez egy egész jó, ez egész jó volt. 3 milliós szkort értünk el vele, ez nagyon jó, ez tetszett. Na még egyszer akkor. Visszanézzük. Kétszeres gyorsítással. Bebubam csak! Úristen. Próbáljunk még egyszer, de most egy másik járművel. Mondjuk, melyik legyen. Hú, ez a shuriken, egy jó kis motor. És egy obstacle-t teszünk bele. Mondjuk ide teszünk bele. Egy ilyen medium rampot. Ez, ott, nem tudom. Nyelvtan. Szóval... meg... Hú, nem tudom. Egy turbóped. Egy turbóped lenne az igazi, úgy érzem. Ide. Ahogy az előbb már le is tettem. És kész. Vajjaj. Gyula, én már most féltelek. Gyula! There we go! Fönn vagyunk, Gyula, és... Gyula. Ez mi volt? Ez nagyon szar volt. Ezt újra kell próbálni. Ezt most azonnal újra kell csinálni. Nem akkor? Most így jó. Ez így pont jó. Ez így pont telibe verünk mindenkit. Vagy talán... Vagy lehet, hogy ez a turbopad nem kéne oda. Hát átugrottuk az egész pályát. Szörnyű. Dismount! Oh, full speed! Most megint átugorjuk. Nem hiszem el. Ne ugord már át! Nem az a ját... Oh! Gyula, meg vagy? Gyula? De hülye fejed van. Ja, várja, az én vagyok. Na mindegy akkor. Dismount complete? Nem, ez nem complete. Ez szar. Ez egy szar, fos, húgy! Bevásárlókosár. Igen, úgy érzem ez az, amit meg tudunk engedni magunknak egy átlagos magyar fizetéséből. Ezt a járművet meg tudjuk engedni magunknak. Na nézzük, poses. Ó, hát ez nagyon tetszik. Ez nagyon jó. Ezzel megyünk, egy ilyen felessel. Jó magyar szokás szerint egy felessel, hát ez elég lassú, barátom. Na baj, ráérünk, hogy vagytok, mi van veletek? És nyugodtan írjátok le a kommentbe, föl sem megyünk a rámpán. Na menj a... Na akkor nézzük ezt újra. Ide teszünk egy turbópadot. Ide, így bizony. És talán jobb lesz egy mini ramp. Or quarter pipe. Egy mini ramp, jó, az elég lesz. Úgy érzem, az elég lesz nekünk. De csak, hogy ne vaduljunk. Mert itt nekem túlvadulunk, aztán mind meghalunk. Dismount! Na nézzük, mit tudunk. Most viszonylag jobb sebességgel megyünk. És a turbópad. Hát a turbópad dolgozott, úristen, Gyula meg fog halni. Éppen kimaradt, pont kimaradt. Hoppá! Akartam mondani, hogy Gyula tökéletesen közlekedik, mert behúzta a lábát. De nem. Ez megint szar volt. Ez megint nem tetszett. A turbópad meg miért nem úristen. Hát mi ez a sebesség? Ez a nyaktörő sebesség, komolyan mondom, úristen. Mondjatok, szóljatok hozzá, komolyan mondom. Az a turbopad az ajaj. Nagyon kilőtte a dolgokat, Gyula! BÖM! Gyula barátunk meghalt. Nem kicsit. Ez jó, ez tetszett. Ez tetszett, bár ez megint csak 2,5 millió volt. Nézzük meg még, nézzük egy másik pályát. Egy másik pályát nézzünk. Nézzük meg ezt a körforgalmat. Úgy érzem, hogy annyi az teljesen reális kanyarvétel az összes autó részéről. Na nézzük, hát ebbe a kocsiba még egyszer biztos, hogy nem. Sasquatch! Na, átdömperezünk mindenkin. Pose. No, én Mr. Dismount-tal akarok menni. Or. Mr. Ego-val. Hú, mekkora fejed van, barátom. Hú, mekkora fejed van. Na nézzük a pózokat. Tökéletes. Ne is keressünk tovább. Obstacle-t most nem teszünk bele, hanem Dismount. Itt vagyunk, így vagyunk, megyünk, gyerünk gyerekek. Átugratunk mindent, és ez megint szar volt. Talán azzal a nagy autóval kicsit túlvállaltuk magunkat, most talán ez jó lesz, ez szerintem jobb lesz. Ugyanezzel a Vagy mi van még? Na, ugyanezzel a pózzal. És talán... Nem, jó lesz ez így, teljesen jó lesz ez így, bízom benne. Kis speed, óvatos speed, megfontolt speed. Úgy kell csinálni.
nézzük. Hát nem hiszem el. Pont akkor nem, pedig egy jó feles busz vagy valami jöhetne akkor, hogy jól elkúrjon, de nem hiszem. Odaérünk, lassan odaérünk, amit szeretnék. És menjünk egy kicsit gyorsabban. Úgy van, gyerünk. Mr. Ego, gyerünk Gyula. Ó, már itt meghalunk, teljesen jó. Hát komolyan mondom, nem lehetett volna a pályára érkezni. Na akkor teszünk be ide egy breakpadet, szerintem. Hát az, amire gondolok. Vagy... juha. Egy ilyen brick volt, beteszünk ide, nem tudom milyen megfontolásból. De talán jó lesz. Talán jó lesz, dismount, egy ilyen jó harmados sebességgel. Gyerünk Gyula! Tocsi! Na erről beszéltem Gyula! Erről be, látod? Na, most azt csináltad, amit tudsz. Meghaltál. Na nézd, hogy Gyula barátunk mire képes egy triciklivel. Mondjuk azt a breakpadot akkor lehet, hogy el kell venni onnan, mert inkább soha nem érünk oda. De az a brick wall az ott maradt, hogy legalább valami egy kis, egy minimális pusztítás legyen. Na, dismount. Gyerünk Gyula, ráérünk teljesen mindenki. Mindenki azért nézi ezt a videót, mert ráér. Hogy bőven ráérsz, nyugodtan odaérsz, előbb-utóbb odaérsz, oda biztos. Ez az, Gyula! Valaki még jöjjön már, léci. Jaj, nem már, ez megint gagyi volt. Nem már. Zundi volt. Nektek se tetszett, nekem se tetszett. Bassza meg, hát nem... Nem igaz, hát nem tudok normális sebességet adni Gyulának. Menj már! Menj már, nem érünk rá, komolyan, kérlek, csinálok magamnak ebédet addig. Boom! Maradj az úton, könyörgöm, maradj az úton! Jó! Ott van! Ott van, meg még valaki csúszol rám, úgy van, meg még... Na, köszönöm szépen! Hát olyan nehéz dolog volt. 2.300.000, ez még mindig nem a legjobb, de... Jó volt, most nagyobb sebességet teszünk bele Gyula, úgyhogy most készülj fel meg egy másik poszt. Hát én nem tudom, hogy ez fizikailag hogy lehetséges, de jó. Majdnem full speed, ez jó lesz. Teke. Egyébként egy kérdésem van csak, hogy a tökönbe tekeri, mivel? Mivel tekered? Na mindegy. Mindegy. BOOM! Maradj a pályán, tökéletes. Hoppá, fejem mellett lőve leginkább a faszba. Hoppá, ez most hé. Hát pedig ez tök jó volt, azt milyen ratiscort kaptam rá, ne szórakozzatok velem. Beteszünk még oda egy obstacle-t, úgy érzem. Mondjuk oda valamit. Mi legyen? Mi legyen egy ilyen oly-slicket. Jó, az teljesen jó lesz, az nagyon jó lesz. Dismount. Jó lesz az a 3-4 speed. Csak hogy ne gangsterkedjünk annyit. Ne kapjanak még egy gyorshajtáson egy triciklivel. És Gyula az oly-slicken, hopp, egy kicsit elcsúszott. Úgy érzem, hogy ez... Hát ez... Ez egy fos volt. Olajfolt, minek, milyen felindulásból tettem oda egyáltalán. Ó, dehogy nem kellett. Á, még a fáról vissza kellett volna pattannia. Hát ez egy jó 1 millió vagy engébb volt, úgyhogy megpróbáljuk még egyszer. Valami középgyorssal kéne. Á, ez a madár jó is lesz. Ez teljesen jó az a madár. Meg oda még becsapó. Á, ne, menjen így, a madár kit érdekel mennyire gyors. De ne kanyarodj már, hát nem igaz. Oszlika pont most nem jön senki. Na dehogy nem, jött az, csak parádézni kellett, úgy. Hát, tegyünk, ja, úgy de összekapta. Az ott mi? Uáááá! Hát mi a teremtett élet volt ez? Gyula! Ott a fütykös, vagy az a nyaka, vagy az micsoda? Na mindegy, akkor meg egy utolsó próbálkozás, még ha tényleg, ha nagyon jó lesz, akkor ez az utolsó próbálkozásom. Dismount! Nézzük. De ne kanyarodj már, te csirke, hát nem igaz. Pont eltaláljuk. Úgy, tökéletes. Hát ez megint elég szar volt, nem tetszett. Blues Mobile. Kaptam egy eredményt, ami pont kitakarja a szkóromat és nem látom. De ez elég szar lett, úgyhogy el kell érni ezt a... Hogy 2,5 millió. Két és fél millió cél, addig nem megyünk sehova. Úgy érzem, hogy a pózzal lehetnek gondok. Tehát nem jó pózban ülök rajt. Így kell. Úgy érzem, ez lesz az. Na nézzük. Ez egy egész jó speed. Füstöl a csirke, úgy megindultuk, hogy meg füstöl a csirke. Az nagyon jó. Ott maradt. Hát ne ugrass már át, könyörgöm. Köszönöm. Jön még elütve. Jó! Igen! 3,5 millió, majdnem. Ott van fáj a kezem. Ott van köcsög. Na, köszönöm szépen. Olyan nehéz volt. Nos, én ennyi voltam mára. Köszönöm, hogy velem töltötted ezt a pár percet. Ha tetszett, iratkozz fel és hagyj egy lájkot. Írj valami szépet a kommentekbe, és holnap találkozunk. Sziasztok!